Ez az újdonságok egyike, a szép új ablakunk, ami most már nyitható is. És így aztán, hogyha jön egy beteg és köhög szegény, akkor ki tudjuk engedni a baktériumokat, a következő nem kapja még ugyanazt. Rozsáy Károly házi orvos az új nyílászárókat mutatja a Kisrossi orvosi rendelőben. Elmondta, a fertőzés veszély megelőzése mellett a bukóra nyitható ablakokkal egyszerűbb a szellőztetés, és a jó szigetelésük miatt a fűtés is sokkal hatékonyabb az egészségügyi intézményben. Eddig mindig vacogtunk, szinte fújt a szél a rendelőben, soha nem lehetett kifűteni, nem lehetett levetkőztetni egy beteget, pláne egy gyereket, mert vacogtak. Most már ezzel a jó szigeteléssel és ezekkel a remek ablakokkal ennek vége. Az orvosi rendelő energetikai korszerűsítésére az új Széchenyi terv keretében meghirdetett Európai Uniós pályázatnak köszönhetően került sor. A közel 80 millió forint értékű beruházás keretében fejlesztették még Kisrossziban az óvoda, az iskola, valamint egy közszolgálati lakás hőszigetelését. Iskola külső hőszigetelése, nyílászárócsere, óvoda hőszigetelése, ott a nyílászárókat néhány évvel ezelőtt már kicserélte az önkormányzat, orvosi rendelő hőszigetelés, nyílászárócsere, illetve az óvoda mögött van egy közfoglalkoztatottak műhely, egy bázisa, és annak is nyílászárócseréje, de csak a földszinti részen, illetve hőszigetelése. A kormányzatnak az a célja, hogy a rendelkezésre álló uniós forrásokat teljes egészében kihasználjuk. És hát az év közepe tájékán még látható volt, hogy még mindig vannak olyan fejlesztési szándékok, amelyek nem tudnak megvalósulni valamilyen okból, és ezért beragadhatnak források, pénzek. Ezért a kormány áttekintette, hogy milyen források szabadíthatók föl, és koordinálhatók más helyre, és végül is azt a döntést hozta, hogy az önkormányzatokat próbálja megsegíteni, hiszen az önkormányzatok világa tele van intézménnyel, tele van épületekkel, és nem jellemző az, hogy ezek friss építésű, új, minden igényt kielégítő építmények volnának, inkább az, hogy elhanyagolt, rossz hőszigetelésű, rossz nyílászáróval rendelkező épületek sora. Hadházi Sándor országgyűlési képviselő elmondta, a választó kerületében lévő 17 település többsége pályázott az energetikai fejlesztésre. Megjegyezte, a 100%-ban támogatott beruházás feltétele volt, hogy megtérülő legyen, vagyis az energiahatékonysági mutatók javulásával néhány év alatt hozzák be a ráfordított összeget. Van, ahol teljes egészében, sőt még elég se volt az 150 millió forint keret, ami egy-egy település számára rendelkezésre állt, de nagyon sok helyen messze kielégítette az igényeket. Például Csuvánkán 98 millió forintot tudtak igényelni, Szentendrén 150 millió forintot, itt hallhattuk, hogy közel 80 millió forintot. Tehát, hogyha ezeket szépen összetesszük, akkor a térség körülbelül 1 milliárd forint támogatásban részesült. A nehezebb anyagi körülmények között lévő településeknél a pályázatok megvalósításánál gondot jelent az előfinanszírozás. Az országgyűlési képviselő kiemelte, a kormány figyelmet fordított arra, hogy megoldja ezt a problémát. Például egy ilyen kis település, mint Kisrossi, de hát mondhatnám Csobánkát, vagy más településeket is, nem rendelkeznek olyan forrásokkal, amelyekből akár előleget, akár előfinanszírozást tudnának végezni, és éppen ezért kértük a kormányzatot, hogy adja oda ezt a forrást előre az önkormányzatoknak, persze szigorú elszámolás mellett, és a végén pedig a különbözetetekről vissza kell utalni, vissza kell fizetni. Kisrossi október elején nyerte meg a pályázatot, és az energetikai fejlesztés megvalósításának határideje decemberben volt. Vagyis mindössze 3 hónap alatt kellett a közbeszerzéstől kezdve a kivitelezésig és az elszámolásig lezárni a beruházást. Nagyon súlyos volt a határidő, ahogy említetted is, nagyon gyorsan kellett csinálni, de a közbeszerzésen a Térkivitelező Kft. Nevezetű cég nyerte meg a munkát, és igen alaposan és 100%-osan teljesítették első osztályú minőségben, nagyon elégedettek vagyunk velük. Hozzátartozik a történethez, hogy december 15-ig el is kellett minden elszámolnunk, ez is megtörtént. Ez egy olyan feladat volt, amely nagyon rövid idő alatt kellett megvalósítani, és bizony nem is lehetett igazából előre mindent kalkulálni és mindent látni, kockázatokat is kellett vállalni. Hiszen tudjuk jól, hogy amennyiben nem sikerült volna teljesíteni a végső elszámolási határidőt, amely december 15-e, ez év,
akkor bizony vissza kell fizetni ezeket a forrásokat. Úgyhogy azért volt ennek kockázata is, amelyekkel a polgármesterek, az önkormányzatok tisztában voltak, és ennek tükrében nyújtották be a pályázatot. Nádasdy Csontos Elek polgármester kiemelte, hogy különös gondot fordítottak arra, hogy első osztályú legyen a kivitelezés és hatékony a beruházás. Iskolában is nagyon jól érzik magukat a gyerekek, a veranda is hőszigetelve lett, tavaly ősszel hőszigeteltük a verandát, illetve dupla termőüveget kapott, de a lábazat az 10 centi fal vastagságú volt, és itt most az a 15 centis hungarocell hőszigetelés, ami egyébként 80 centis falnak felel meg, ez jelentősen javította a hőháztartását, hogy így mondjam, a verandának, de az egész épületben lényegesen kevesebb energia fogy, amitől nagy megtakarítást remélünk, és az óvodában ugyanez. Az óvodában egy másik pályázatunk segítségével kondenzációs kazán tudtunk beszerelni, ott is lényegesen kevesebb energiával tudunk sokkal jobb hőérzetet, melegebbet biztosítani, illetve az optimális hőmérsékletet beállítani. Nem mindenhova kerültek műanyag nyílászárók, az iskola Dunai homlokzatára nem, ez egy 200 éves klasszicista épület, ott ezt másképpen oldottuk meg, illetve a veranda is kapott egy faburklatot, egyéb helyeken műanyag nyílászárók kerültek, ugye a költségvetés nagyon kötött volt, és ez a megoldás fért bele a rendelkezésünkre bocsátott pénzalapba. Az energetikai beruházás záróprojektjét a Fekete István óvoda udvarán tartották, ahol Nádasdy Csontos Elek polgármester köszöntötte a megjelenteket. Hatházi Sándor beszédében kiemelte, hogy a kormány uniós politikájának köszönhetően a források közel 99%-át sikerül lehívniuk. Sajnálatos módon azért volt olyan önkormányzat, aki ezt a kockázatot nem tudta fölvállalni. Ezt különösen sajnálom például a Pilisvörösvár esetében, hiszen rengeteg intézménye van, amelyeknek a felújítása esedékes lett volna. Hát ők sajnos kimaradtak ebből, de az összes többi az mindent megtett annak érdekében, hogy a lehetőségekhez mérten a legtöbbet ki tudja venni ebből a projektből, és sikeresen meg tudja valósítani. Úgyhogy mindenkinek szeretnék gratulálni.